Nemzeti Együttműködési Közösség Nemzeti Identitás Tábora nevében. Az előbb a Tornyosi Ady Endre Művelődési Egyesület asszonykórusát és tambura zenekarát hallották, akik 1980 óta énekelnek és zenélnek együtt. Most ebben a táborban nem teljes létszámban vesznek részt, egy kis ízelítőt hoztak önöknek. Ez a tábor második alkalommal került most megrendezésre, és a célja, hogy az anyaországi és a határon túli fiatalokat és idősebbeket összehozza egy találkozásra, közös élményekre, közös táncra, zenére, illetve előadások meghallgatására. Jöttek ebbe a táborba Délvidékről, Erdélyből, Sepsiszentgyörgyről, aztán az anyaországból, Pitvarosról, Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Zentáról, Kikindáról, tehát nagyon sokféle helyről, és idősek, fiatalok együtt. Zalaegerszegről is jöttek, igen. Idősek és fiatalok együtt voltak ebben az egyhetes táborban. A következő blokkban a táborban tanult közös produkciókat szeretnénk bemutatni. Először az adai gyöngyszemek, az adai lányok fognak önöknek énekelni egy népdalcsokrot. Szívemet egy legénynek adattam, a többi is keresse jár magáit, ne szeresse egyik a másikáit. Vadkörte fa fehéret virágzik, kis pár